Megadom a szót Schiffer Andrásnak, az LMP képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Egyrészt szeretném én is megerősíteni, amit Sherin képviselőtársam elmondott, hogy üdvözöljük az Alkotmányügyi Bizottság által benyújtott módosítójavaslatot. Egyébként konkrétan az 50. számon előterjesztett ajánlási pontra szeretnék reagálni, ami azt tartalmazza, hogy a hatóság, amelyik ezek szerint immáron az országgyűlés alá lenne rendelve, a hatóság a honlapján közzétenné, biztosítaná, hogy a folyamatban lévő és a lezárt közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk ingyenesen, teljes körűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által elérhetőek legyenek. Szeretném azt folytatni, amit az előbb a 10-es, 11-es ajánlási számon szereplő módosító javaslatokkal kapcsolatban elmondtam. Ahhoz, hogy teljes körű legyen az átláthatóság biztosítása a közbeszerzési eljárások során, ezt akkor tudjuk bezárni, ezt a logikai láncot, akkor tudjuk teljes körűvé tenni az átláthatóságot, hogyha a hatóság oldalán van egy kötelezettség arra, hogy ezeket az információkat közzé is teszi, és nem egyszerűen közzé teszi, hanem a sajtó, az érdeklődő állampolgárok, társadalmi szervezetek számára könnyen kereshetővé is teszi a különböző közbeszerzési eljárások információit. Hogyha átlátható az alvállalkozói háló, amire vonatkozik a 10-es, 11-es számon előterjesztett zárószavazás előtti módosítójavaslatunk, másfelől pedig a hatóság köteles arra, hogy a közbeszerzési eljárásoknak ezeket az alapvető információit közzé tegye, és könnyen kereshető formában tegye közzé, akkor azt gondolom, lenne kellő biztosíték arra, hogy a közbeszerzési eljárások transzparensek, átláthatóak, és minden tekintetben kiállják a nyilvánosság próbáját. A nyilvánosság könnyen tudja ellenőrizni azt, hogy a közbeszerzési eljárások során valóban érvényesül a közpénzek védelme, valóban érvényesül a közérdek védelme. Köszönöm szépen! A következő felszólaló Volner János, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen! Szintén az 50-es ajánlási pontot szeretnék csatlakozni. Ezzel kapcsolatban szeretném a véleményünket elmondani. A transzparencia fontosságáról az előbb már beszéltem. Most arról beszélnék, képviselőtársaim, hogy miért is olyan fontos az, hogy szoftveresen kereshetőek legyenek a múltbeli és a jelenbeli közbeszerzések. Ha megnézik egy multinacionális vállalat meglehetősen költséghatékonyan működő beszerzési szisztémáit, akkor azt fogják látni, hogy igyekeznek modellezni minden egyes olyan terméket, amit az adott vállalat beszerez. Ugyanezt kell megtennie természetesen a magyar államnak is, a magyar önkormányzatoknak is, akkor, amikor a közbeszerzési rendszert működtetik. Miért is olyan fontos ez? Azért, mert az úgynevezett ex post várakozások lehetnek egy közbeszerzési tervezés során a költségvetés alapjai, azaz olyan múltbeli, már teljesült közbeszerzésekre vonatkozó információkat dolgoz föl az ajánlatot kiíró, a pályázatot kiíró személy, amely alapján megalapozottan tudja a költségbeslést elvégezni, és ennek alapján tudja beszerezni a termékeket. Így működik egyébként a nagyvállalatok közbeszerzési rendszere is, én magam is vállalkozóként részt vettem ebben, hogyha azt szeretnénk, hogy az állam is hasonlóan hatékony, költséghatékony megoldást támogasson, akkor nincs más útja ennek, mint hogy az adatokat számítógépesen feldolgozzák, ezeket kategóriánként, termékenként szabadon kereshetővé teszik, ezzel ugyanis mindenki nyer. Nyer a közvélemény, hiszen megismerheti, csoportosan kereshetővé válik számára a közbeszerzésekben szereplő összes adat, és nyer maga az állam is, hiszen lényegesen olcsóbban lehet oly módon közbeszerezni, ha nem a vállalkozó ad egy becsült árat, hanem a vállalkozó részére már eleve egy meglehetősen pontos költségbeszéléssel készült közbeszerzési eljárásba kell beilleszteni az elképzelést, és ez alapján történik meg a későbbiek folyamán a közbeszerzés. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az érdekét szolgálná ez a javaslat, és megütközéssel fogadom, hogy önök ezt nem támogatták. Köszönöm szépen! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, ezért a vita második szakaszát és a záróvita egészét lezárom.
Igen, megadom a szót Fonnad János államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Meggyőződésünk, hogy az időszak egyik legfajsúlyosabb előterjesztéséről van szó, ezért mi komolyan vettük és vesszük a kritikai észrevételeket, ezért engedjék meg, hogy azoknak arra a részére, amelyek nem hipotetikusak, azokra konkrét választ adjak. Göndör képviselőtársamnak két megjegyzés. Az egyik, ugye az alvállalkozók egyetemlegességével kapcsolatos 25% kérdése. Korábban a vitában is elmondtuk, most is megismétlem, hogy a közbeszerzési törvény nagyon fontos, de nem ad a társadalom és a gazdaság minden problémájára megoldást. Tehát nem lehet a közbeszerzés eszközével a minden, ami a üzleti érdek és az üzleti tisztaság válaszolni. A másik a számolás kérdése. Kérem Göndör képviselő urat, hogy számoljunk együtt. Akkor talán úgy jobb. Hárman vannak a kormányzat, egyébként a jelenleg hatályos is így van. Hárman vannak a kormányzatból, hárman az önkormányzatból, hárman az érdekképviseletből. Ez a 9 személy választ a saját soraiból egy elnököt, és a megválasztott elnök helyére, ahonnan delegáltak, oda bejön egy új delegált. Ez akárhogy is számolom, a 10-es számrendszerbe 10. Úgyhogy úgy gondolom, hogy stimmel a törvény is, meg stimmel a 10-es számrendszer. A Schiffer és Wollner képviselő urak megjegyzésére, bocsánat, és Schering képviselő úr megjegyzésére, ez is elhangzott már a vita során. Ugye két érdek áll egymással szembe. Az egyik az átláthatóság érdeke, a másik a vállalkozók üzleti érdeke. Meggyőződésünk, hogy az a jó állami norma, amely a kettőt megfelelően kezeli és a kettő között egyensúlyoz. Amennyiben a teljes körű nyilván közzétételt kötelező erővel elrendeljük, ez azt jelenti, hogy a legelemibb üzleti titok védelem sem kap teret. Úgy gondolom, hogy ez nem érdeke a gazdaságnak, nem érdeke a vállalkozóknak, közte a számos hazai kis- és középvállalkozónak. Meggyőződésünk, hogy a nyilvános az volt a norma előjő elsőirány, mely szerint a közbeszési hírzést mérdekelnyeket elektronik bádatsazissal keresek el lehetőséggel alatt ajánlott tevő oldalú orról klárék közvenni, ezt a mezeszt elvált nyilvánosságot biztosítja. Úgy mindegy, hogy ezek alapján, hogy ez, mint hogy az a szabályozás ide majd terül, erre ez vonatkozható javaslatokat, mint hogy bizony a bizottságban nem hozzám fogjuk támogatni. Ami elmondta viszont ki az alapos kérdés, köszönöm, de a mindegy bizonyindagi most elhangzott az állapban, azok elhangadtak, mi amely a komptükön vettük a tensz elézék vétszerevétele és azt a döntő bizonyságban a szerkérdetikre és vonatkozókat javulás ajánlatsokat szebb aktúrtársam mód mai mitósítva beépített. Köszönjük az önjük együttésköd, köszönjük az önjük a tőépilegű jeles a javaslatok a kérdés javaslatok, hogy javaslatok támogat, támogatásra. Köszönöm a szkúrásról. Köszönöm, megállom, akár titkakarulnak a válaszat. Tisztelt országtól rágyűjt, és most a módosi módon javaslatokról satotára hatunk azon. Olyan az ajtizetás 11. cikk és 1. 50-ai pontjátán nem kapszük meg az bizonyos segítottságot, támogatást, de ezzel az elérték javaslat adás. Mint továbbányok itt az előkat, hogy ezt egy történyű, egy a belígyekről ezek dönt együttünk tettük. Ezzel érdekem önök elfogadják az előtt a terjesztőtel módosztőmről javasítottam az ajt a lájárás és elkültőtlenszik készedik, mint valamzeng a 11-től a tőlen 14-ben telkik polyadői pontja tovább 50 az 1-1-ig, 50 és 5-2-jai pontjai, valami valamint a sodi másjálka és első első sodi más hajkérik harmadai pontja szerint ki, nem ére az szavazana. Módon kimutál a határozat, a százorzülegyűs és a tőzket 460-en, igen, ne, 40, ne, és 44 tal 5 kottó szavazó szatalzat a módosítódos javaslatot elkatgat fogta.
frakció frakésnak kéri fel, meg tovább még a valábbi jogra is a terült dönt el az inkeplás ajánlói pont 10. vasítjára a csifes a halás az 1.33. plusz erra fog bekeső és erezdékel pontjában az ott adóíté összeszabtelizat majoksi odosítja javat a jösszatokat lefügg egy 11 pontig pont ezzel így öleklőt egy jobb pézelelésé kér javat leszatunk irem kér az a szavaknak. Kimondhat a szavazatárat, tudod, a 100-os és gyűlölt 80-en, igen, 245-40-en, és a túllató szartoszkodó szavazata, tudod, a múlja sitogató vasalúta elutasította. Az ajtás elnevék fönedában pontjára a sifszaszadást határ 92% és már a vizsdé beásodzés kezép díjá pontjátósan hati felságított madadsi ódos. A pénzelenése kéri az összavé nem képzan szavaznak. A hatodavazatárat tott az ott a gyűlszás ülés lent 90-2-4-7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 -
pontot. Tisztországgyűlés, most már az zavazása követés következik. Ez a kérdésre a tisztától és együtt maga elfogadja-e a tippet, éppen 3500-2 múlt számja törvényatolásra, az tiség egy javagyes hatásra, mint így módosítja szöveg kérdén szava nem szakzan. Tudom a kimondáról határozatot, az orrégyű 255-en, igen, 88-ne a tanulatoskodató szavazószatal az a tövény a törzsatavas elhatikat fogadta. Tisztországtól és ágyűrt az előnyítesztő osztványozott, hogy az és ágyűrk a telnőnyt az imigadó elfogménytől sűrűs kihűgősésre térjét kiszáll a kökéjárságja nőttek ki, az emberdeket önök áján hozzá kerülnek érhez, ha nem szakzanak. Az országgyország és ülés űr a süki hőskésre érecsikét emelket 155-en, így 28-7-en 0-0-t adózkod az a szaval ett a hoga elfogadta. Tisztország gyűlés szágzom és az anyagyukot mazolcsi bizonyosági terjelődő jelesztőte lesz, hogy a fog közkoszlálkási tatávény törvösi módosítás némi kezdő tényező, mert hát éppen ezen erőben lesz össze törvámú tavasvénye hozható, míg egy éghelyre kohja az enciart tavas szökikülmülősi módosavatója szükségségség. Elef erre vigyel el, az a háj szabály szállít hetes a fogadagra, meddig sarkezdés bekelapja alapján bizony a bizonyság az ő keményezte ezt, hogy az adó zárítázál és az az a jogvető viszonyok bitásító szokáról törvülő tasanyja várat zártáló vitájára és zártáló szavárolása azáll követett következően sűrűje a tor. Itt az indóványból most épp gépszapítás avazat döntsadunk. Kérdezem, hogy ezeket ők hozzájárulják-e annak e-té a HP1305 szám szöjtető először szereztető zárájáíták és annak arról zárazás szavánását ekkolat elhassászához, ahol kérdezem, ére a szavaknanak. Tudom, hogy mondtál a határozat, az a gyűlág 2-152-2-7-8, igen, a 87-nél tartulatkodó szóval az a szava alatt, az adóvizál és az itajról százás szavaz halas elhasszázás hozzájárt. Okot az agyi bizonyosság bizony és ülegcsének helyett befeségzés szüneg és terete rendelt el.